Jótékonysági futást rendeznek Nyíregyházán augusztus 11-én az Erdei tornapályán. De meséljen is inkább erről a szervező. Szeretettel üdvözöllek, Porkoláb Lászlóni. Ugye te vagy az egyik főszervezője a rendezvénynek, jótékonysági futás, de miről is fog szólni? Üdvözöllek és üdvözlöm a nézőket is. Ugye ez a jótékonysági futás az endometriózis érintett betegek, illetve a családtagjaik részére van főként megrendezésre. Illetve mindenki, aki szeretné őket támogatni. Ugye az endometriózis az egy nőgyógyászati megbetegedés, hazánkban jelenleg 200 000 nőt érint. Az Erdei tornapályán augusztus 11-én hát színes programokkal várjuk, ugye főként a futásra épül az egész rendezvény. Lesz gyerekfutam, 800 méter a kicsiknek, lesz egy nagyobb 7,5 kilométeres táv, és egy 3,5 kilométeres táv. Ezen kívül lesznek ugrálóvár a kicsiknek, buzokic játék, arcfestés, úgyhogy igen, színes palettát próbáltunk, emellett hivatásos bemutatók, habparti, zenével, úgyhogy igazán ilyen fesztiváli hangulat lesz, mellette azért nem feledkezünk meg magáról a témáról sem, hiszen lesznek szűrővizsgálatok, igaz, hogy ez ilyen vércukor, vérnyomás, testzsír százalék, de ezek is olyan apró dolgok, mint az endometriózisnál a tünetek, hogy ha időben nem vesszük észre, akkor komoly problémát tud okozni. Az endometriózis témája maga egy nagyon érzékeny kérdés, nagyon nehezen lehet erről beszélni, és még mindig valamilyen szinten tabunak számít. Mennyire éreztétek fontosnak azt, hogy itt igenis tabuk ledöntögetéséről lesz szó, és hogy azzal, hogy kiálltok emellett a betegség mellett, maga amellett, hogy hogyan lehet ezt felvállalni, hogyan lehet ezzel együtt élni a családot, aki érintett ebben a családját, hogyan lehet támogatni, erre felhívjátok a figyelmet, és támaszt nyújtsatok. Hát ugye ez a betegség, ez nagyon tabu téma, még a mai napig, mint ahogy maga a női lét, a menstruáció, erre alapszik az egész. Mindent megosztunk a közösségi médiában, mindent megmutatunk magunkról, mindent elmondunk, csak azokat a dolgokat nem, amik mindenkit érintenek, és úgy érezzük, hogy ez egy szégyelni való dolog, pedig nem. Én is érintett vagyok, nagyon sok minden átmentem, és ebből az indítatásból kezdtem el magát a rendezvénysorozatot itt Nyíregyházán, hogy az emberek felfigyeljenek erre a betegségre, és hogy már a családjuknak is ezáltal könnyebb legyen, mert hogyha érinti a nőt, vagy a feleséget, vagy akár egy kislányt a családba, és nagyon sok idő eltelik a diagnosztizálásig, nem csak maga a fájdalom, hanem a lelkiek is meggyötrik, a kétségbeesés, hogy nem tudja, hogy mi okozhatja, miért senki talán nem is hisz neki, úgy kezelik, hogy még hiszt is, még nem tudja, hogy egyáltalán mi ez a fájdalom, még csak most kezdte el, és akkor halad az idővel, mire eljut egy komolyabb problémáig, amikor mondjuk már az endometriózis egy mélyen infertálódott lesz, és egy nagyobb műtétet kell rajta végrehajtani. És akkor nem csak maga, akit érint, lesz érintett, hanem körülötte mindenki, mert el fog zárkózni, a hormonkezelések vagy a műtét miatt nem úgy fog a család se reagálni, nem tudják feldolgozni, és hogyha erre nem hívjuk fel a figyelmet, hogy mekkora szerepe van a családnak ebben a betegségben, abban, hogy támogassa maga az érintettet, és hogy igenis üljenek le, beszéljék ki, beszéljék át ezt az egészet, hogy ki mit érez, mert hogyha mondjuk ez már egy későbbi korban jön létre, ez a betegség, akkor lehet azt mondani, hogy már van egy nagyon erős kapcsolat, de hogyha mondjuk ez egy fiatal nőnél derül ki, és még nincsen párja, akkor ott van a nagy kérdés, a meddőség. És hogyha ugye meddő esetleg a nő, akkor hogyan fog maga a párja erre reagálni, vagy hogyan fognak ezen tovább lépni. És erre szeretnénk lényegében felhívni a figyelmet, hogy amit tudunk, segítséget azt nyújtunk, mellette specialistákkal lehet találkozni, velük lehet beszélni, el lehet mondani a problémát, és ez lehet akár lelki oldalról is, de nem szabad elzárkózni, nem szabad a strusszpolitikát folytatni, hogy ó, nem lesz ebből semmi probléma, igenis menjünk elé, és ez lenne lényegében maga a tini edukáció, ami a program célja is. Mennyire nehéz felismerni a tüneteket? Ugye te átestél ezen az egész folyamaton. Fizikálisan mennyire nehéz egyáltalán ezt felismerni, vagy milyen a kezelési mód?
Hát maga a felismerés nagyon sok időbe telik. Átlagosan 8-10 nőgyógyász jár meg egy nő, mire egyáltalán feljön a kérdés, hogy endometriózis. Eltelhet 8-10 év akár egy diagnosztizálás alapján, hogy felállítsák, hogy igen, ez a betegség, mivel ugye jelenleg csak műtéti úton lehet ténylegesen megállapítani, hogy igen, az érintett ebben szenved. Mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy a család már a kezdetektől és már a kivizsgálás alkalmával is ott legyen és támogassa az érintettet? Ugye ez a legfontosabb, mert ez alapján tud elindulni például egy tini. Mert hogyha az anya az reagál arra, hogy leülnek, átbeszélik, hogy igen, fáj a menstruációm, fáj a hasam, fáj akár a húgyhólyag rész, a vizelési inger, és akkor azt mondja az anya, hogy igen, akkor valami baj van, és akkor menjünk tovább, akkor már sokkal hamarabb fel lehet fedezni ezt a betegséget, mint hogyha azt mondja, hogy ó, hát kislányom, még úgyse tudod, hogy mit érzel, már most kezdődött, vagy még csak pár éve tart, meg nekem is fáj. Mert előfordulhat, hogy azért fájt neki, mert hogy neki is endometriózisa volt, csak nála még nem lett diagnosztizálva. És akkor a rendezvényen lehet akár szakemberekkel is beszélgetni, illetve az ő segítségüket kérni majd ebben a témában? Hát, hogyha minden igaz, akkor igen, lesz ott olyan szakember, akivel erről lehet beszélni, illetve ugye nem szeretnénk arról megfeledkezni, hogy a nőgyógyászokat nagyon nagy teher éri ezzel kapcsolatban, és hogy alapjába véve is legyünk nyitottabbak a nőgyógyászok felé, úgyhogy a József András kórházból is lesz egy-két nőgyógyász kint, azért, hogy ők ezt támogatják, és hogy igenis üljünk le, beszélgessünk velük, és bármilyen tünetet, ha észlelünk, nyugodtan menjünk és keressük fel őket, mert nem biztos, hogy ez a betegség áll a háttérre, de bármilyen betegséget, ha időben diagnosztizálnak, már előrébb jut a paciens. Mennyire érzitek összefogónak mondjuk a nyíregyházi közösséget ezzel kapcsolatban? Ugye mások visszajelzés érkezett a közösségi oldalakon a futásról, a rendezvényről, illetve pozitívan reagálnak az emberek, szeretnének menni, de mennyire érzitek, hogy ez valóban egy összefogás lehet? Hát mindenféleképpen egy összefogás lehet, ezért is indult el, mert magát a nyíregyházi közösséget szeretnénk úgy összefogni, hogy az érintettek is el tudnak jönni, úgyhogy nem kell felvállalniuk magát ezt a betegséget, illetve el tudnak azok jönni, akik támogatni szeretnék az embereket, vagy az érintetteket és családot, hogy igenis én itt vagyok, eljöttem, és akkor miben tudok segíteni. És akkor ezáltal létrejött egy olyan közösség, amiben látja az érintett, hogy nem kell elzárkozni, felvállalhatja, és a jövőbeni eseményekre is el tud úgy menni nyugodt szívvel, vagy el tud menni egy orvoshoz nyugodt szívvel, mert azt fogja látni, hogy ez nem egy szörnyű dolog. Pontosan hány órakor érdemes kilátogatni? Reggel 8 órakor fog kezdődni a regisztráció, és egészen délután 4 óráig fog tartani, de akik esetleg nem tudnak eljönni, azokra is gondolva létrehoztunk egy adományvonalamat, ez a 13600-as szám, és a 95-ös melléket lehet felhívni, illetve SMS-be, hogyha begépeli a 95-öt és elküldi, akkor ez fixen 500 forinttal támogatja az alapítvány munkáját, ami a tini edukációba fog belefolyni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és kívánom, hogy nagyon sokan érkezzenek hozzátok, és fel tudjátok hívni a figyelmet erre a problémára, és hogy az összefogás az megvalósul. Köszönöm szépen! Én köszönöm, hogy itt lehettem!